Sziasztok, kedves nyolcadikosok! Üdvözöllek a matematika órán titeket! A nevem Szarka Zsófia, a Kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola matematika tanára vagyok. Ma a hasáb felszínét fogjuk tanulni. Tehát a cím a hasáb felszíne. A hasáb felszínét a testet alkotó lapok területének összege adja. Tudjuk, hogy a hasáb két alapból és az azt körbevevő palástból áll. Tehát itt van egy téglatest például, a téglatestnek is két alapja van, és a körülöttük lévő palást, a palást itt ebben az esetben négy téglalap. Ezért is tanultuk a múlt órán a testhálót, hogy könnyebben át tudjuk venni a hasáb felszínét. Tehát a testhálója is mutatja, hogy milyen területeket kell majd nekünk összeadni. Össze kell majd adnunk az alapoknak a területét és a palástnak a területét. Nézzük, hogyan is fogjuk jelölni ezeket a dolgokat. Az alapot, azaz más néven a bázis területét B betűvel jelöljük, tehát nagy B betűvel jelöljük. Némely szakirodalomban az AT jelölés van használva, mint az alap területe. A palást területét nagy M betűvel jelöljük, magyar szakirodalomban pedig nagy PT, mint a palást területe. Tehát az alapokra ráírjuk, hogy nagy B betű, és a palást pedig a nagy M. Ha megfigyeljük a palástot, akkor észrevesszük, hogy egy nagy téglalapot alkot. A téglalapnak az egyik oldala lesz az alapunknak a kerülete, a másik oldala pedig a palástnak a magassága. Általános képletét fogjuk meghatározni. A palást felszínét az F egyenlő 2x B plusz M képlettel határozzuk meg, ahol a nagy F a hasáb felszíne, a nagy B a hasáb alapjának területe, a nagy M pedig a hasáb palástjának területe. Ahogy az előbb már elmondtuk, tehát a palást területét meghatározhatjuk úgy, mint a téglalap területét, amelynek az egyik oldala az alap kerülete, a másik oldala pedig a hasáb magassága, amit nagy H betűvel jelölünk. Tehát a K alap az a hasáb alapjának kerülete, és a nagy H pedig a magasság. Nézzük a kockát. A kocka egy olyan hasáb, amely 6 egybevágó négyzetből áll. Ha testhálóját lerajzoljuk, akkor így néz ki, tehát van két alapunk és a palást, ami szintén 4 négyzetből áll. Alapjának területe B egyenlő a négyzeten, mivel a négyzet területe A-szor A, azaz a négyzeten. Felírjuk az általános képletet, és behelyettesítjük, amit tudunk. Tudjuk, hogy a bázis, az alap területe A négyzet, és tudjuk, hogy a palást egy olyan téglalap, amelynek az egyik oldala az alap kerülete, ami itt a négyszer a másik oldala pedig a magasság, ami ebben az esetben A. Tehát megkapjuk, hogy felszín egyenlő 2x A négyzet plusz 4A szorozva A-val. Ezt egy kicsit rendezzük, akkor megkapjuk azt, hogy 2A négyzet plusz 4x A négyzet, ami összesen F egyenlő 6x A négyzet. Tehát a kocka felszínének képlete F egyenlő 6x A négyzeten. Ezt megkaphattuk volna sokkal egyszerűbb módon is, hogyha egyenként kiszámoljuk az összes négyzet területét, tehát egyenként minden négyzetnek a területe a négyzeten. Hány darab négyzetünk van? 6 darab, ezért 6x a négyzeten. Nézzünk egy feladatot. Számítsd ki a kocka felszínét, ha alapéle 4 cm. Először is rajzoljunk le egy kockát, hogy tudjuk, miről van szó. Írjuk fel az adatokat. A egyenlő 4 cm, aláhúzzuk, és odaírjuk, hogy mit keresünk.
felszínét keressük. Tudjuk, hogy a kocka felszínét az F egyenlő 6-szor A négyzeten képlettel tudjuk kiszámolni. Az A helyére behelyettesítjük a megadott adatot, azaz, hogy az A 4 cm, és megkapjuk, hogy F egyenlő 6-szor 4 a négyzeten. Először a 4-est négyzetre emeljük, megkapjuk, hogy F egyenlő 6-szor 16, és ha ezt összeszorozzuk, megkapjuk, hogy a kocka felszíne 96 négyzetcentiméter. A felszín mértékegysége mindig négyzetcentiméter, illetve négyzetméter, négyzetdeciméter, attól függ, hogy az adatok miben vannak megadva. Házi feladatra ki tudjátok számítani annak a kockának a felszínét, amelynek alapéle 5 cm. Tehát ugyanez a feladat, mint amit most megoldottunk, csak most az alapél 5 cm. Számítsátok ki otthon egyedül. Második feladat, számítsd ki a kocka felszínét, ha alapéle 1,2 cm. Megint lerajzoljuk a kockát, felírjuk az adatokat, tudjuk, hogy az A 1,2 cm, és felírjuk, hogy mit keresünk, tehát F egyenlő kérdője. Amit keresünk, annak felírjuk a képletét. Tehát F egyenlő 6 szorozva A a négyzetennel. Behelyettesítjük az A-t, 6-szor 1,2 a négyzeten. 1,2 a négyzeten, azt úgy számoljuk ki, hogy a 12-t és a 12-t összeszorozzuk, az lenne itt a 144, és a tizedes vesszőt kettő helyel előrébb visszük, mivel mind a két szorzatban egy tizedesnyire volt leválasztva. Megkapjuk, hogy az 6-szor 1,44, amit ha összeszorzunk, megkapjuk, hogy a felszíne 8,64 négyzetcentiméter. Házi feladatra megoldhatjátok ugyanezt, csak az alapél 0,8 cm legyen. Számítsd ki a kocka felszínét, ha alapátlója 2 cm. Rajzoljuk le a kockát, írjuk fel azt, ami megvan adva, tehát az adatokat. Alapátlója D-vel jelöltük, D egyenlő 2 cm, és írjuk fel, hogy mit keresünk. A felszínét keressük, a felszínéhez pedig szükségünk van az A oldal hosszára. Mivel az A oldal hossza most nincs megadva, ezért olyan összefüggéseket fogunk keresni, ami tartalmazza az A oldalt, és reményeink szerint a D-t. Mivel alapja egy négyzet, tudjuk, hogy a négyzet átlóját a D egyenlő A gyök 2 képlettel tudjuk kiszámolni. Ha ez nem jut eszünkbe, akkor lerajzoljuk az alapot, keresünk derékszögű háromszöget, aminek az átfogója az átló lesz, és a két befogója pedig az AA hosszúságú oldal. Ebbe behelyettesítjük a D hosszúságát, tehát 2 egyenlő A gyök 2. Mivel az A-t keressük, innét fogjuk kifejezni az A-t, az azt jelenti, hogy ami az A mellett található, átvisszük a másik oldalra. Tehát most a gyök 2-t át fogjuk vinni a másik oldalra. Mivel a gyök 2 ezen az oldalon szorozza az A-t, a másik oldalon osztani fog. Így megkapjuk, hogy A egyenlő 2 gyök 2. Mivel a gyök 2 a nevezőben van, ezt el kell innét valahogy tüntetni. Hogyan tudjuk ezt megoldani? Ezt úgy tudjuk megoldani, ha gyöktelenítünk. Ami úgy történik, hogy beszorozzuk a nevezőt és a számlálót is gyök 2-vel. Ha beszorozzuk a számlálót, ott marad 2 gyök 2, és a nevezőt, ha összeszorozzuk, gyök 2-ször gyök 2, az pedig 2. A két kettest le tudjuk egyszerűsíteni, és megmarad, hogy A egyenlő gyök 2 cm. Mivel megkaptuk az A-t, jöhet a felszín. A kocka felszínét az F egyenlő 6-szor A négyzet képlettel tudjuk kiszámolni, ahova az A négyzet helyére majd beírjuk a kapott adatot. Tehát megkapjuk, hogy F egyenlő 6-szor gyök 2 a négyzeten. Gyök 2 a négyzeten, az megegyezik gyök 4-gyel, ami 2. Így a felszín
6 x 12, azaz 12 négyzetcentiméter lesz. Nézzük most a téglatest felszínét. Rajzoljuk le a téglatestet és annak a hálóját. Észrevesszük, hogy a téglatest két alapból épül fel, tehát van két egyforma téglalapunk, ami az alapot képezi, és tudjuk, hogy a szemközti oldalak is egybevágó téglalapok. Ezért van két egyforma területünk, és még kettő másik területünk. Jelöljük őket T1-jel és T2-vel. Bejelöljük az oldalakat is, hogy jobban látszódjanak, hogy ezek miért is egyformák. Tehát itt az éle A, itt B. Fent is A, B, és itt pedig A és C, B és C. Ebből mindegyikből van kettő. Tehát a felszínét úgy számolhatjuk ki, hogyha összeadjuk ezeknek a téglalapoknak a területeit. Mivel mindegyikből kettő van, ezért mindegyiket kettővel szorozzuk. Tehát lesz 2-ször B plusz 2-ször T1 és plusz 2-ször T2. Írjuk fel, hogy mivel egyenlő a B, mivel egyenlő a T1 és mivel egyenlő a T2. A B az alapterülete A-szor B. A T1 az az egyik téglalap, ami a palástot alkotja, területe A-szor C, és a T2-nek pedig B-szer C. Ezeket most behelyettesítjük a felszín képletébe. Tehát felszín egyenlő, 2-ször AB plusz 2-ször AC és plusz 2-ször BC. Tehát a téglatest felszínét ezzel a képlettel tudjuk kiszámolni. Ennek van egy egyszerűsített változata, ahol a kettest kiemeljük a zárójel elé, mivel minden tagban megtalálható. Felírhatjuk így is, hogy F egyenlő 2-ször és zárójelben AB plusz AC plusz BC. Nézzük a negyedik feladatot. Számítsd ki a téglatest felszínét, ha élei 5 cm, 6 cm és 8 cm hosszúságúak. Írjuk fel az adatokat. A egyenlő 5 cm, B egyenlő 6 cm és C egyenlő 8 cm. Mindegy, hogy hogyan nevezzük el őket, de mivel téglatestet szoktunk A, B és C-vel jelölni, ezért A, B és C-t használunk. Írjuk fel, hogy mit keresünk. Keressük a felszínét. Rajzoljuk le a téglatestet, hogy lássuk, hogy miről van szó. És felírjuk a képletet. F egyenlő 2-ször AB plusz 2-ször AC plusz 2-ször BC. Mivel minden megvan adva, ami a képlethez szükséges, be kell helyettesíteni az adatokat. Tehát lesz F egyenlő 2-ször 5-ször 6 plusz 2-ször 5-ször 8 plusz 2-ször 6-ször 8. Összeszorozzuk a szorzatokat, megkapjuk, hogy felszín egyenlő 60 plusz 80 plusz 96, és hogyha ezt összeadjuk, megkapjuk, hogy a téglatest felszíne 236 négyzetcentiméter. Házi feladatra oldjátok meg a következő feladatot, amelyben a téglatest felszínét kell kiszámolni, amelyiknek élei 2, 5 és 9 cm hosszúságúak. Ugyanúgy kell megoldani, mint ezt a feladatot, próbáljátok meg egyedül. Ötödik feladat. Az ábrán látható téglatest átlós metszetének területe 120 négyzetméter. Számítsd ki a felszínét. Tehát adva van egy ábra. Ezen az ábrán be van jelölve az átlós metszet, és még néhány adat. Tudjuk, hogy az átlós metszet 120 négyzetméter, és hogy az alap élei 6 méter és 8 méter hosszúságúak. Nekünk a felszínt kell kiszámolni, írjuk fel a képletét, hogy lássuk, hogy mi kell nekünk még. Észrevesszük, hogy az A és a B megvan adva, viszont a C oldalunk nincs. Ezért valahogy ki kéne számolni a C oldalt, tehát a C hiányzik, ezért, ha már az átlós metszet megvan adva, akkor írjuk fel annak a képletét. Észrevesszük, hogy az átlós metszet képletében, mivel ez egy téglalap, ezért
oldalainak szorzata D-C. D az alapnak az átlója, a C pedig a hiányzó oldal, amit mi keresünk. Rájöttünk, hogy a D sincs megadva. Hogyan tudnánk a D-t kiszámolni? Hogyha az alapot vesszük figyelembe, látjuk, hogy az élek meg vannak adva, és az átlót pedig Pitagorasz tételével ki tudjuk számolni. Az átló az mindig a derékszögű háromszögben az átfogó, az A és a B pedig a befogók. Ezért az átfogó négyzete megegyezik a két befogó négyzetének összegével. Tehát D a négyzeten egyenlő A négyzet plusz B négyzet. Helyettesítsük be, ami meg van adva. Tehát D a négyzeten egyenlő 6 a négyzeten plusz 8 a négyzeten. A 6 a négyzeten, azt tudjuk, hogy 6 x 6 36, 8 a négyzeten pedig 64. Ha ezt a két számot összeadjuk, megkapjuk, hogy D a négyzeten egyenlő 100. Ebből gyököt vonunk, és megkapjuk, hogy a D az 10 méter. Most visszatérhetünk az átlós metszet területére, tehát behelyettesítjük az átlós metszetet, területét és az átlónak a hosszát, abból pedig ki tudjuk számolni a hiányzó oldalnak a hosszát. Tehát 120 egyenlő 10 szorozva C-vel, ahonnét a C-t, ha kifejezzük, megkapjuk, hogy a C 12 méter. Tehát most már adva van az A, a B, és kiszámoltuk a C-t, így ki tudjuk számolni a felszínt is. Tehát felszín egyenlő, 2-ször, zárójelben 6x8 plusz 6x12 plusz 8x12. Zárójelben elvégezzük a szorzást, 6x8 48, 6x12 az 72, és 8x12 az 96. Összeadjuk a zárójelben lévő számokat, és megkapjuk, hogy a felszín 2-ször 216, ami 432 négyzetméter. Oda kell figyelni, hogy most négyzetméter, méterek vannak megadva, ezért a végeredmény is négyzetméter legyen. Ne tévesszétek össze, hogy néha centiméter, néha méter van megadva. Hatodik feladat. A kocka éleinek hossza összesen 36 cm. Számítsd ki ennek a kockának a felszínét. Rajzoljuk le a kockát, írjuk fel, hogy mi van megadva. Hát valami egyenlő 36 cm-rel. Nem tudjuk még, hogy pontosan mi, majd mindjárt meghatározzuk. A feladatban az van megadva, hogy a kocka éleinek hossza összesen 36 cm. Tehát, hogyha az összes élét összeadjuk, akkor megkapjuk, hogy ez összesen 36 cm. Tehát először is nézzük, hogy hány éle van a kockának. Múlt órán már elmondtuk, hogy a kockának 12 éle van. Tehát 4 éle van az alapnak, 4 éle van a felső alapnak, és még 4 él köti őket össze. Tehát, ha 12 éle van, és kockáról van szó, tehát minden éle egyforma, akkor felírhatjuk, hogy 12-ször A egyenlő 36-tal. És ebből kiszámoljuk, hogy mennyi egy élének a hossza, tehát a 36-ot kell elosztani 12-vel. És megkapjuk, hogy az A 3 cm. És innét már könnyedén kiszámolhatjuk a felszínét. F egyenlő 6-szor A négyzet, behelyettesítjük a 3-at, megkapjuk, hogy F egyenlő 6-szor 3 a négyzeten, 3 a négyzeten az 9, és 6-szor 9, 54 négyzetcentiméter. Ennyi volt mára, köszönöm a figyelmeteket!